Sok szeretettel köszöntök én és mindenkit itt a helyszínen és az online felületeken is. Hadd kezdjem egy ilyen kis személyes anekdotával. Amikor készültem el az előadásra, eszembe jutott, hogy középiskolásként én is jártam annó az ELTE fizikai bemutató napján, és azt hiszem később, hogy a műegyetemre biomérnök szakra jelentkeztem, az egy kis kísérletsorozat bemutató meghatározó volt az én pályaválasztásomban is. De hogy miről is lesz ma szó? Egy ilyen hangzatos címet látnak a kedves nézők, kedves hallgatók, mixológia. Na most ezt nyilván egy kicsit túloztam, amikor ezt így elneveztem, mint egy külön tudományterületet, vagy az elválasztás technikának egy ágát. Egészen konkrétan a kromatográfiának, az elválasztás technikának egy különleges módozatáról, technikájáról fogok ma nagyjából egy órában egy bevezetőt tartani. Igazság szerint le is mutatkoznék akkor még egy pár szóban. Tehát ahogy a tanár úr is említette, a magyar tulajdonú és magyar alapítóktól származó RotaChrom technológiai ZRT kutatásfejlesztését vezetem. Biomérnök végzettségem van, a Semmelweis Egyetemen szereztem PhD fokozatot gyógyszertudományokban, és a Richter-Gedeon gyógyszergyárban dolgoztam egy körülbelül 15 évet analitikai kémikusként. Aztán 3 évvel ezelőtt az említett Lórándfi László, aki itt e falak között szerezte a diplomáját, hívott el, hogy csatlakozzam a RotaChromhoz, ahol is folyadék-folyadék kromatográfiás berendezések fejlesztésével és gyártásával foglalkoztak, de szerettek volna a kutatásfejlesztésre nagyobb hangsúlyt fektetni. Azóta nagyjából az elmúlt 3 évben a cég K+F tevékenysége, egyetemi, akadémiai együttműködéseiért felelek, és egy kisebb vegyészcsapatot irányítok. De miről is lesz mai előadásban szó? Egy nagyon röviden, kb. 2-3 percben megismertetném, főleg a középiskolás hallgató kedvéért a kromatográfiának a tárgykörét a hallgatósággal, és azután rátérnénk a folyadék-folyadék kromatográfiának a bemutatására, lenne egy kis történeti áttekintés, minimálisan beszélnék a műszerezettségről, a gépészeti vetületekről, és utána pedig nagyobb hangsúlyt fektetnék a technika működésére, az elméletre és a gyakorlatra. Az előadás központi része az pedig ugye a mixológia lenne, ez pedig nem más, mint hogy hogyan is keverjünk össze különböző szerves oldószereket, különböző oldatokat, úgy, hogy ebből egy ipari méretben is használható kromatográfiás elválasztás technikát kapjunk. Bemutatnám tehát, hogy amikor mixológiát csinálunk, azaz módszert fejlesztünk folyadék-folyadék kromatográfiában, akkor milyen szempontokat tartunk szem előtt, milyen metodikákat és milyen új fejlesztéseket használunk. Az előadás végén pedig mutatnék két izgalmas alkalmazást a technológiára, és a legesleg végén pedig lenne egy nagyon rövid kitekintés, hogy mégis hova tart ez a technológia, és mik lehetnek a jövőbeli kifutásai. Tehát maga a kromatográfiának a tárgyköre. Hol is van a helye az elválasztás technikák között, és mi is a célja? Gondolom ezzel nem mondok újat a hallgatóságnak. A fizika, kémia elválasztás technikái, tehát úgy, mint az extrakció, szűrés, centrifugálás, különböző hőtani műveletek, mint depálás, desztillálás, vagy akár a kristályosítás mellett az egyik, mondjuk így, az elválasztás technikák egyik királynője, az a kromatográfia. A kromatográfia alapvetően két célt szolgálhat, vagy arra törekszünk, hogy az adott keverékről, az adott mintáról minél több információt kinyerjünk, ugye ilyenkor analitikai kromatográfiáról beszélünk, ekkor tehát az a cél, hogy a mintának az összetevőit jellemezzük, tehát megmondjuk, hogy miből áll a minta, és ezekből a komponensekből mennyi van a mintában. A másik válfaj, ami igazából az iparilag izgalmasabb terület, ez a preparatív kromatográfia, amikor is nem az információ, hanem az anyag a cél, a konkrét matériának a kinyerése. Ez pedig szintén különböző céllal történhet, annak függvényében, hogy mi az a bemenő minta, és mi a bemenő mintának melyik komponensét akarjuk dúsítani, eltávolítani, vagy akár
egy új keveréket kapni. Tehát ugye beszélhetünk frakcionálásról, van ilyen capturing típusú elválasztás, amikor egy nagy keverékből, egy nagy levesből akarunk egy kis komponást szelektíven kinyerni. Ugye természetesen ide tartozik az izolálás, amikor ugyanezt tesszük, tehát egy keverékből tisztítunk egy vagy több komponást. Lehetnek ilyen tisztító vagy remediáló típusú elválasztások is, amikor szintén egy nagy keverékből akarunk szelektíven egy-egy, mondjuk egy toxikus komponást szelektíven eltávolítani. És vannak ilyen polishing típusú elválasztások, amikor már egy eleve tisztább mintát tisztítunk még nagyobb tisztasági fokúra. A kromatográfia nem egy olcsó elválasztás technika, és ennek megfelelően az ipari alkalmazása, illetve a kutatás fejlesztése az elsősorban az élettudományokhoz, illetve a gyógyszeriparhoz köthető. Itt a kördiagram ezt próbálná szemléltetni, ez egy tegnapi keresésnek az eredménye. Nagyon szépen látszik, hogy a biokémia, a gyógyászat, farmakológia és a vegyiparnak a kisebb szegmensei közt hogy oszlik meg a kromatográfia használata. A jobb oldalon pedig egy kicsit régebbi táblázat, azért elnézést kérek, hogy nem annyira friss, de ez a trend, ez a mai napig igaz, tehát a kromatográfiás kutatásoknak a döntő többsége az a gyógyszeriparhoz köthető, alapvetően ott használják, ott fejlesztik ezt a technológiát. De akkor mégis mi történik a kromatográfiás elválasztás során? Itt egy-két alapfogalmat szeretnék tisztázni, tényleg csak a közös nyelvnek a kialakítása céljából. Tehát a kromatográfiás elválasztás az mindig egy fizikai művelet, ahol is az adott mintának a komponensei megoszlanak egy álló és egy ahhoz képest egy mozgó fázis között. Nagyon fontos, hogy amikor ez a megoszlás megtörténik, akkor legyen egy hajtóereje a folyamatnak, erre is majd ki fogok térni. Tehát mindenképpen valami dinamikus egyensúly áll be a kromatográfiás rendszerben, és az is nagyon fontos, hogy a minta komponensei különböző kölcsönhatást alakítsanak ki a két fázisra, tehát az álló és a mozgó fázisra. Az ábrán egy nagyon egyszerű kísérleti elrendezést mutatok be, ez nagyjából megfelel a kromatográfia feltalálójának, Mikhail Cvetnek a körülbelül több mint 100 éves kísérletéhez nagyon hasonló. Tehát igazából ugye azt látjuk, hogy egy üvegoszlop meg van töltve egy ilyen apró szemcső és szilárd fázissal, és ezt erre a fázisra, erre a töltetre felvisszük egy megfelelő oldószerben ezt a mintakomponest, ezt a fekete keveréket, és abban a pillanatban, hogyha ezt az oldószert áramoltatjuk, a gravitáció segítségével átáramoltatjuk ezen az oszlopon, akkor a mintakomponensei különböző kölcsönhatásokat, különböző típusú és különböző erősségű kölcsönhatásokat tudnak kialakítani a két fázisra, és a mozgó fázis pedig ugye elviszi magával kvázi a gravitáció segítségével, úgymond eluháljuk az adott mintát a kromatográfiás tölteten. Az elválasztásnak pedig ugye ez a célja, hogy az eredetileg három komponensű keveréket időben és térben elválasztva tudjuk kinyerni. Tehát ugye szépen látszik, hogy a piros színű komponens a legkevésbé visszatartott, tehát ott található valószínűleg a legkisebb kölcsönhatás, a legkisebb visszatértő erő, és a zöld színű komponens pedig úgymond, amelyik a legnagyobb retenciójú, tehát a legtöbb időt tölti a kromatográfiás rendszerben. Hát ez mind nagyon szép és jó, de hogy akkor mégis hogyan lehet ezt a kromatográfiát kivitelezni? Milyen fázisok vannak, milyen geometriai elrendezés létezik? Azt akkor már ugye érintettük, hogy lehet ez analitikai, preparatív cél. Milyen kölcsönhatásokon alapulhat az elválasztás? A következő klasszifikáció egy nagyon egyszerű, és nem is törekedtem itt most arra, hogy minden egyes technológiát érintsünk, nem is lehetne erre, hiszen borzasztó sokféle válfaja, módozata van a kromatográfiának. Amiről ma szó lesz, abban az esetben mind az álló, mind a mozgó fázis
folyadékhalmaz állapotú. A hajtóerő az minden esetben, és ez nagyon fontos, mert később majd, amikor a készülékekről, meg az egyes módozatokról beszélek, akkor lehet, hogy egy kicsit zavaró lesz, hogy milyen erőterekben dolgoznak ezek a készülékek. Nagyon fontos, folyadék-folyadék kromatográfiában mindig a fázisok közti sűrűségkülönbség a hajtóereje a folyamatnak. Tehát még egyszer, mind az álló, mind a mozgó fázis folyadékhalmaz állapotú, nagyon sokféle geometriájú készülék létezik, és nagyon fontos, hogy a folyadék-folyadék kromatográfiának a célja az mindig preparatív, tehát preparatív léptékben működik jól analitikai céllal igazából nem használható. Erre is majd ki fogok térni. És nagyon fontos, hogy ugye milyen kölcsönhatás alakul ki a minta komponensek és a fázisok között. Ez alapvetően fizikokémiai és nagyon egyszerűen körbejárható. Mielőtt belemennénk, hogy akkor mégis folyadék-folyadék kromatográfia definiálása, illetve a teljes folyamatnak a megértése, előtte szeretnék egy ilyen rövid történeti áttekintést tenni, hogy honnan is jutottunk el a technika mai állásáig. Ugye a német származású, lényegében a fizikai-kémia egyik atya, Nernsttől származtathatjuk a történetet, aki leírta ugye a folyadék fázisok közti megoszlás szabályát, és ugye ezzel sem mondok újdonságot, ezt utána lényegében a mai napig folyadék-folyadék extrakció céljára ezt a megközelítést használjuk. Itt ugye nagyon fontos az extrakciónál kiemelni, hogy igen, itt is két fázis van, itt is megoszlanak a komponensek a két fázis közt, de ugye itt arra törekszünk, hogy szelektíven dúsítsuk az egyik folyadékfázisban a komponenseket, tehát egy szélsőséges megoszlási viszonyt hozzunk létre. A következő jelentős áttörésre elég sokat kellett várni, ez pedig Lyman Craig nevéhez fűződik, aki létrehozta az úgynevezett ellenáramú folyadék-folyadék megoszláson működő berendezést. Ez egy nagyon hosszú üvegkapillárisoknak a rendszerét kell itt elképzelni, és igazából semmi más nem történik ebben az esetben, mint hogy ugyanígy, tehát összehozunk egy kétfázisú oldószerrendszert, és lépcsőzetesen ezen a kaszkádon, lényegében ezen a kémcső kaszkádon összekeverve a két folyadékot, tehát egyensúlyba hozva a két folyadékot, az egyik fázis továbbvíve egy friss másik fázisra találkoztatva, érintkeztetve, egy lépcsőzetes, borzasztóan munkaigényes és hosszú elválasztás technikát hoztak így létre, de ebben az időben ez egy nagyon hatékony művelet volt különböző hőre vagy kémiailag érzékeny anyagoknak a tisztítására. A következő jelentős lépcső, ez az úgynevezett ellenáramú cseppmegoszlásos kromatográfia volt. Ez nagyjából a 70-es években élte a fénykorát, és a kis sémán ugye lehet látni, hogy itt is alapvetően egy kaszkádrendszerről van szó, tehát vannak járatok, illetve cellák, a cellákban van az egyik folyadék, a mozgó fázisban lévő minta, az pedig ilyen cseppek formájában utazik végig a gravitáció segítségével, és történik az anyagátadás, a megoszlás és az elválasztás végső soron. Nem akarnék erről túl sokat, erről a metodikáról beszélni, ez nagyjából a idők alatt kikopott, tehát nem egy túl robosztus technikáról volt szó. Az igazi áttörés az igazából egy japán professzor, Yoshiro Ito nevéhez köthető, aki létrehozta ezt az úgynevezett CCC, tehát ezt az ellenáramú folyadék-folyadék kromatográfiát, amit alapvetően úgy kell elképzelni, hogy egy hosszú tekercset töltötte fel a kétfázisú oldószerrendszerrel, és ezt egy megfelelő spirálmozgással, egy ilyen bolygómozgással tudta elérni ezt a keveredést, illetve a szételegyedést a rendszerben, és ezt egyébként limfocitáknak, tehát egy biológiai mintának a tisztítására használták a 60-as években. Erről majd még lesz későbbiekben szó, ez egy mai napig létező metodika, tehát ez nem kopott ki a gyakorlatból. Egy szintén jelentős lépcső volt a 80-as években egy japán cég, ez a Sankey Engineeringnek az újítása, aki viszont azt mondta, hogy akkor nem egy lényegében egy ilyen tekercselt, nagyon hosszú rendszerben valósít,
állapítjuk meg az anyagátadást, hanem ugyanegy ilyen cellás, egy ilyen cellakaszkádban történjen az elválasztás, és a centrifugális erőt hívjuk segítségül ahhoz, hogy az egyik fázist, a kétfázisú rendszernek az egyik fázisát immobilizáljuk, tehát helyhez kössük. Ez egy nagyon nagy fordulatszámú centrifugát építettek, és egy ilyen cartridge-szerű elrendezést használtak a cellákból. Tehát ez volt a 80-as években, aztán sajnos ez nagyjából egy 10 évig élt a fénykorát, és a gyógyszeriparban is elkezdték egyébként használni ezt a technikát, azonban a 90-es években ez a cég felhagyott a készülékeknek a gyártásával, és alapvetően Franciaországra tevődött át a folyadék-folyadék kromatográfiának a kutatása. Több francia cég, illetve kutató nagyon nagy újításokat tett a területen. Itt lehet látni ezt az úgynevezett FCPC-t, ez a Fast Centrifugal Partition Chromatography készüléket, ahol is már egy központi tengelyre szerelt úgynevezett ilyen tárcsákon történt az elválasztás. És hoztam is magammal egyébként, ezt majd a kísérletes résznél meg lehet nézni, ez nagyon hasonló elrendezésű tárcsát, ahol is lényegében itt is jól láthatók ezek a kis belemart járatok és a cellák, amikben történik az elválasztás. Tehát igazából ez egy tárcsa, és ezek vannak egymásra sorakoztatva, így történik a tömítés, mert ugye erről még nem beszéltem ugyan, de nagyon fontos része a folyadék-folyadék kromatográfiának, hogy történnek ezeknek a felületeknek a tömítése, hogy a folyadékok ugye ott legyenek, ahol kellenek. A 2000-es években szintén egy francia kutató, Alain Berthaud nevéhez kötődik egy módozata a folyadék-folyadék kromatográfiának, ami nagyon-nagyon hatékonynak bizonyult, ez az úgynevezett elúció-extrúzió, erről majd még a későbbiekben beszélnék. És egy angol fejlesztésről is szót ejtenék, a 2000-es években a Brunel Egyetem kutatói létrehozták ennek a Yoshihiro Ito által 60-as években elindított CCC-nek, ennek az ellenáramú folyadék-folyadék kromatográfiának az ipari változatát, a méretnövelt változatát. Ez itt a jobb oldalon látható rotor, ez egy 18 literes ösztérfogatú rotor, ami szintén ezen a bolygó mozgáson alapszik. Itt egy nagyon kis animációt be is tettem, hogyha el tudom indítani, de lehet, hogy nem tudom. Na jó, akkor elmesélem. Szóval igazából ennek a technikának, ugye én mondtam, az a lényeg, hogy egy nagyon hosszú, vékony csőszakaszban történik a keveredés és a szételegyedése a fázisoknak, és ezt a spirálszerű alak szolgálja, hogy a folyadék vándoroljon is a csőszakaszban, tehát ez az archimédeszi erőt használ, vagy archimédeszi csavarnak lényegében az elvén, és ez a Brunel Egyetem, a Dynamic Extraction elnevezésű cégnek igazából az volt az újítása, hogy két tengelyre tették ezt a mozgást, tehát egyrészt egy tengely körül mozog egy fő tengely körül mozog az egész csőszakasz, és a csőszakasznak, amire föltekercselik, a körül a tengely körül is egy ilyen bolygó mozgást végez lényegében. És ezáltal egy ilyen heterogén erőtér jön létre, ami mondom ezt a keveredést és szételegyedést nagyon intenzíven egy ilyen minden egyes, lényegében minden egyes fordulatra tehető egy keveredés és egy szételegyedése a fázisoknak. És akkor hogy is jutottunk el a RotaChromhoz? Két magyar vegyész, Németh László és Lorántfi László 2010-es években igazából mind vegyészeti, mind gépészeti megfontolások, illetve segítségek alapján eljutottak oda, hogy létrehoztak egy hengerszimmetrikus cellát, mert sajnos ilyet nem tudtam hozni, tehát nem egy ilyen tárcsás elrendezésben, hanem konkrétan egy csőszakaszt használtak cellának, és ezt használtak egy rotor építésére, és ami a különlegessége a RotaChromnak, hogy ez sikerült méretnövelhetővé tenni ezt a megközelítést, ezt a geometriai elrendezést, és egészen egy a képen is látható 23 literes berendezésnek a
a megalkotásáig vezetett ez a munka. Amit még ugye a képen lehet látni, és még erről is fogok beszélni, hogy a megoldásnak igazából a különlegességét az adta, hogy egy oldószerrendszer kezelő rendszert is építettek a CPC mellé, ami hivatott az oldószerrendszer komponenseinek a visszaforgatására és az újra friss oldószerrendszer létrehozására. Tehát, hogyha lehet, hogy nem teljesen jó sorrendben vezettem fel a történeti részt, illetve a készüléktípusokat, hogyha most vissza lépünk egyet a CPC-nek a definíciójához, tehát ugye erről már lényegében beszéltem, két egymással nem elegyedő folyadékfázis között történik az elválasztás, a megoszlás. Az egyik fázist, és ez nagyon, nagyon fontos, hogy ez nem kell dedikáltan a kisebb vagy a nagyobb sűrűségű fázist választani, tehát ebben is van egy szabadsága a felhasználónak, lehet választani álló fázisnak, értelemszerűen a másik fázist választjuk ilyenkor mozgó fázisnak. A centrifugális erőt, tehát azt, hogy ezt az egész rendszert egy rotoron nagy fordulatszámon megpörgetve használjuk, az pedig ugye azt szolgálja, hogy ezt tényleg immobilizáljuk, ezt az álló fázist. És itt hadd mondjak egy kis kitekintést. Amikor én a Richterben dolgoztam preparatív kromatográfiával, ugye nagyon fontos az, hogy az embernek legyen egy ilyen érzete körülbelül, hogy az adott kromatográfiás módszer ugye milyen nyomás, milyen áramlási sebesség tartományban működik. És amikor először a RotaChromban láttam ezt a metodikát, és láttam a nyomásesést, hogy ezen a rotoron, ezen a folyadék álló fázison, amikor átnyomunk egy másik folyadékot, mekkora nyomásesést kapunk, akkor nagyon-nagyon elcsodálkoztam, mert ez körülbelül ugyanabban a nyomásesés tartományban működik, mint egy olyan preparatív HPLC, amiben szilárd, ilyen mikrométer szemcséjű töltetekkel megtöltött ágyon nyomjuk át ugyanazt a szerves oldószert az adott esetben. A definícióhoz hozzátartozik egy kis anomália is, amit Balla professzor, a mi egyetem professzorával szoktunk megvitatni, ugyanis a CPC, tehát a folyadékkromatográfiának ezen ága nem teljesen felel meg a Jupak-féle kromatográfiás meghatározásnak, ugyanis ebben az esetben, ugye majd fogom mutatni, a két fázist, amikor, tehát az egyik folyadékfázist, amikor kvázi átpumpáljuk, átdispergáljuk a másik folyadékfázison, ugye akkor mindkét fázis mozog, kvázi egy ilyen perkolálást végzünk, ami nem teljesen felel meg a kromatográfiának, inkább mondjuk úgy, hogy egy ilyen kicsit a dinamikus extrakciónak a hozzá közelebb. Ugye még egyszer, a CPC esetében a nem kromatográfiás oszloppal, meg töltettel dolgozunk, hanem egy rotorral, ami cellákból áll, és az adott oldószerrendszer egyik fázisával van feltöltve. És nagyon fontos, ugye a nevében is benne van, hogy tisztán megoszláson alapszik az elválasztás, tehát a komponensek megoszlási sajátságait használjuk ki. Egészen pontosan ugye úgy próbálunk elválasztást, szelektivitást létrehozni, hogy olyan oldószerrendszereket választunk, amikben különböző az adott minta komponenseinek a megoszlási sajátsága, és ezzel hozunk létre szelektivitást. És akkor hogy is működhet ez a valóságban ez a technika? Ahogy mondtam is, teljesen szabadon választható, hogy melyik fázist használjuk állóként és melyiket mozgóként. Itt látható a rotor, illetve ennek egy cellája. A két fázis, ugye a két folyadékfázis, mindig a sötétebb színű a nagyobb sűrűségű, tehát az alsó, mondjuk így az alsó fázis, a sűrűbb, és a világos zöld pedig a felső. A felső elrendezésben, amikor azt mondjuk, hogy aszcendens módban használjuk a CPC-t, abban az esetben a nagyobb sűrűségű alsó, mondjuk így alsó fázist használjuk állófázisként, tehát jól látható, hogy a cellának a nagy része ezzel a fázissal van kitöltve, és a kisebb sűrűségű, úgymond felső fázist használjuk mozgófázisként. Ugye itt nagyon fontos megint, hogy a sűrűség különbség a hajtóerő, tehát igen, pumpáljuk, igen, centrifugális térben van az elválasztás, nagyon nagy centrifugális erőtérben, ez kb. 250 G ez az erősség. De a lényeg, hogy amikor ez a rotor, ez a technika
úgymond állandósult állapotba kerül, abban a pillanatban a centrifugális erőnek kvázi semmi köze nincsen ahhoz, hogy mi történik a cellán belül. Igen, ahhoz, hogy milyen diszpergálásnak a hatásfoka ahhoz van köze, de például már ahhoz, hogy milyen sebességgel utaznak ezek a cseppek a cellában, ahhoz már nincsen. Ugye ennek a fordítottja is elképzelhető, ebben az esetben ugye descendens vagy leszálló módról beszélünk, ilyenkor értelemszerűen az alsó sűrű fázist használjuk mozgó fázisnak, és az áramlás iránya az pedig megegyező a centrifugális erőnek az irányával. És akkor ugye mégiscsak a megoszlásnak a levezetését vagy mérését szükséges azért itt tisztázni. Hogy is történik ez? Marha egyszerűen, rázótölcsér, mintát beoldjuk, és miután egyensúlyba hoztuk a fázisokat, visszamérjük az alsó és a felső fázisban a komponenseknek a koncentrációját, és az így kialakuló hányadost használjuk a módszernek a jóságának a mérésére. Itt a jobb oldalon már egy kromatogramot mutatok, tehát egy konkrét elválasztást. Ebben az esetben ugye ez a mintakomponensek, a fekete, a sárga és a piros színnel jelölt komponens, és a közti elválasztást ugye nagyon szépen látjuk. Majdnem mindenhol ez a nagyjából hármas szelektivitást érhetünk el. Nagyon fontos, hogy a CPC-ben, a folyadék-folyadék kromatográfiában valid és használható a kromatográfiának az alapegyenlete, úgymond a retenciós térfogata az adott komponensnek, tehát hogy mekkora mozgófázis térfogattal eluállódik a kromatográfiás rendszerből, az a megoszlási hányados és a kromatográfiás rendszerben a mozgófázisnak és az állófázisnak a térfogatából valóban előrejelezhető és kiszámolható. Ez egy azért egy különlegessége a technikának, mert a mozgófázis térfogata, tehát az a hol térfogat, az nagyon könnyedén kimérhető, és ezáltal valóban használható a KD. Tehát magyarul, hogyha a rázótölcsérben megmérjük egy adott komponensnek a megoszlását, akkor fogjuk tudni, hogy hogy fog kinézni a kromatogramja. És ez vice versa is igaz. Ha futtatunk egy elválasztást, és tudom, hogy hol eluállódik az adott komponens, milyen retenciós térfogatnál, akkor ebből tudom, hogy mi volt a megoszlási hányadosa az adott oldószerrendszerben. És még egy ilyen rövid kitekintést vagy összehasonlítást hadd tegyek, ugye sokszor emlegettem ezt, hogy szilárd álló fázis, ez a konvencionális kromatográfia vagy HPLC, és hogy mi is mégis a különbség a folyadék-folyadék kromatográfiával. Itt az ábra legtetején két komponensnek a csúcsát láthatjátok, ahol ugye egy nagyon erősen átlapolnak, tehát ez nem egy jó elválasztás, nincsen felbontva a két komponens. És hogy a két technika, a preparatív HPLC, tehát amikor szilárd állófázist használunk, illetve a CPC, amikor folyadék állófázist használunk, hogy működik, ez nagyon jól szemlélteti, hogy hogy oldja meg ezt az elválasztási feladatot. A preparatív HPLC esetén alapvetően azon van a hangsúly, hogy egy nagyon hatékony, nagyon jó anyagátadást biztosító technikát használunk, tehát magas az elválasztásnak a hatékonysága, a tányérszáma, ez a végén azt jelenti, hogy nagyon sok, nagyon intenzív az anyagátadás, nagyon sok anyagátadási egyensúly zajlik a rendszerben, tehát keskeny csúcsokat kapunk. Az, hogy a kémiája az elválasztásnak, tehát hogy milyen a kölcsönhatás a mozgófázis, meg az állófázis, illetve a mintakomponensek között, az legtöbbször nem egy nagy kaland, nem muszáj optimálni, a legtöbb polcról levehető állófázusi oszlopon működnek ezek az elválasztások, de nincs a vegyésznek vagy a kromatográfusnak úgymond ebből olyan nagy szabadsága. A folyadék-folyadék kromatográfiában, és ugye itt látjátok is, hogy ez az elválasztás is sikeres, tehát CPC-ben is elvált alapvonalon a két csúcs, ugye mindig ez a Szent Grál a kromatográfiában, hogy alapvonali elválasztást kapjunk, másfeles felbontás értéket, tehát CPC-ben is ezt elérjük, de nem ugyanazon az elven. Mégpedig ugye látjátok, hogy két sokkal szélesebb, két sokkal dundibb csúcsot kapunk, ez arra vezethető vissza, hogy nem annyira hatékony a technika, tehát nem tudunk akkora tányérszámot, akkora anyagátadási hatékonyságot elérni, viszont szabadságunk van abban, hogy milyen komponensekből állítjuk össze az oldószerrendszerünket, sokkal nagyobb, lényegében végtelen, hogyha szabad ezzel élnem. Tehát ezáltal az elválasztásnak a szelektivitását tudjuk optimálni. Magyarul a két csúcsot széttoljuk egymástól,
de dundik lesznek. Ennek azért van egy másik vetülete, nyilván ezt az ember nem reklámozza, amikor a saját technológiájáról beszél, de hogyha jobban belegondoltok, akkor ennek ugye az a végső következménye, hogyha egy futást, egy kromatogramot nézünk, akkor ugye CPC-ben nem lehet annyi csúcsot bele zsúfolni egy futásba, tehát limitáltabbak vagyunk, de nem is cél ez, és akkor most megint visszautalnék arra, hogy mire használjuk. Tehát többek közt azért van az, hogy preparatív célra, anyagoknak az elválasztására, az izolálására használjuk, míg ugye a HPLC az pedig a mondjuk így a gold standard folyadékfázisú mintáknak a felbontására, elemzésére. Most az idővel nem állok túl jól, úgyhogy lehet, hogy ezt a részt nagyon felületesen fogom elmondani, elnézést kérek. A két technika, tehát amikor szilárd töltettel töltjük meg a kromatográfiás oszlopot, illetve amikor két folyadékfázist használunk az elválasztásra, igazából az egyik legfontosabb különbség az alábbi két kördiagramon látható, tehát hogy az álló és a mozgó fázis térfogati viszonyai jelentősen különböznek a két megoldásnál. Ha egy oszlopot ilyen apró mikrométeres átmérőjű szemcsékű szilikával, tegyük fel, szilikával töltjük meg, akkor ugye azt látjuk, hogy az állófázisnak az a térfogat hányad, ahol valóban megtörténik a megoszlás, valóban megtörténik az anyagátadás, az lényegében ezeken a kis szemcséknek csak a határfelületén, az ott impregnált oldószer burokban történik meg, tehát borzasztóan kicsi az egész rendszerhez képest, körülbelül a térfogatilag kb. Az 5%-át használjuk a rendszernek. Míg folyadék-folyadék kromatográfiában nincsen ilyen szilárd töltet, csak folyadékok vannak, egy lényegében egy valamilyen geometriájú cellában, vagy hurokban. Tehát a lényeg, hogy borzasztóan nagy az állófázisnak az aránya az a kromatográfiás térhez képest. Tehát borzasztóan magas ez a térfogati hányad, ahol az elválasztást meg tudjuk valósítani. Nagyon nagy a rendszernek a kapacitása. Oké. Nagyon szép. Akkor lényegében ugye láttuk, hogy szabadon variálhatók az oldószerek, nagy szelektivitást érhetünk el, tehát egy borzasztóan rugalmas technikáról van szó, nincsen szilárd állófázis, nincsen szilárd irreverzibilis adszorpció, ugye amikor kvázi az elválasztás során elkopik a mintánk, tehát nem tudjuk elúállni az adott állófázisról, tehát lényegében teljes mintavisszanyerést tudunk elérni folyadék-folyadék kromatográfiába, kvázi kimossuk a rendszerből, ami fennmaradt mondjuk a rotoron, teszem azt. Borzasztóan nagy a rendszernek a terhelhetősége, ugye ez összefüggésben van ezzel a kapacitással, tehát nagyon robosztus, nagy az állófázis hányad. Nagyon könnyen méret növelhető, ez az egyik legfontosabb sajátsága, és a könnyűség az igazából azt jelenti, hogy ez legtöbbször volumetrikusan vagy lineárisan végezhető el, és borzasztóan sokrétű. Tehát megint visszautalnék arra, hogy teljesen szabad kezünk van, a tisztán szerves oldószeres keverékektől, tehát ahol lényegében vízmentes rendszerekkel dolgozunk, nagyon lipofil, nagyon apoláros molekulákat tisztítunk, egészen a fehérje tisztításokig, ahol meg lényegében ugye szerves oldószer mentes, ilyen polimer, só alapú oldószerrendszereket használunk. És az utolsó pont, ugye ez manapság ez egy nagyon szexi terület, ez, hogy minél inkább zöld legyen a technológia, megfelelő oldószerrendszerek választásával és azoknak a megfelelő visszaforgatásával zöldé is tehető a CPC. Hát ez nagyon jó, akkor igazából miért van az, hogy én most itt állok és erről beszélek, és a legtöbben most hallanak először a folyadék-folyadék kromatográfiáról. Hát ez igazából azért van, mert mind a gépészeti, mind a fizikai, mind a kémiai része nem ismert, nem kellően ismert, nem kellően elterjedt a technikának, és aki ismeri is, nem használja, nem szisztematikusan használja, vagy nem jól használja. Igazából. És ez az egész igazából arra az egyik, többek között az egyik ok, amire ez visszavezethető, ez a módszerfejlesztésnek a problematikája. Tehát igazából ugye miről van szó? CPC-ben kvázi, amikor elválasztást tervezünk, vagy módszert fejlesztünk, akkor egyszerre optimáljuk az elválasztásnak a hidrodinamikáját,
azáltal, hogy milyen oldószereket választunk, azoknak milyen a sűrűség különbsége mondjuk, milyen a polaritása, milyen a felületi feszültsége, vagy a határfelületen milyen erők ébrednek, illetve az, hogy az adott mintának milyen a megoszlása a rendszerben, milyen szelektivitásokat érhetünk el. És az a szép az egészben, hogy ez a két effektus, az bizony találkozik is, majd erre mutatok egy érdekes példát. Tehát lényegében itt a buborékokban ezt próbáltam ábrázolni, hogy amikor erre vetemedünk, hogy CPC-s módszert fejlesztünk, akkor nagyon sok paramétert kell párhuzamosan optimálnunk, amik ráadásul ugye kölcsön is hatnak. Tehát ilyenek ugye a megfelelő megoszlás, megfelelő oldhatóság legyen a mintának az oldószerrendszerbe, a megoszlásoknak a hányadosa az jelentősen különbözőn, tehát érjünk el egy kellő szelektivitást, terhelhető legyen az oldószerrendszer, tehát amikor felvisszük az adott mintát a rotorra, akkor ne mossuk le az állófázist a mintával, ne vérezzen el úgymond a kolonna, milyen áramlási sebességet használjunk, mennyire pörgessük meg azt a rotort, tehát mekkora centrifugális erőtérben dolgozzunk, illetve nagyon fontos ugye az is, hogy ezek az oldószerek, amiket használunk, mert azért jó sok oldószert használunk, ezek visszaforgathatóak legyenek. És ugye a végeredmény, amit az ügyfelek várnak, főleg ugye a gyógyszeriparban, hogy nagy tisztaságot érjünk el, jó hozamot, tehát sok mintát visszakapjunk, nagy áteresztéssel, és mindezt olcsom. Na most ugye nyilván ez olyan, mint a klasszikus viccben, hogy a háromból kettőt lehet választani, ez a valóságban is így van, tehát ezek nyilván egymással ellentmennek, és ez a módszerfejlesztésnek a célja. És akkor ugye ez a vicces az előadás címében is, ez a mixológia, nyilván nem arról van szó, hogy hogyan kell koktélokat keverni, de kvázi ez az előadáson belőle szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy akik ismerik is a technikát, kicsit az óckodásnak az egyik oka az, hogy ez annyira összetett, meg annyira bonyolult itt módszert fejleszteni, hogy ez tényleg olyan, mint a mixológia, hogy ez nem igazából nem tudomány, nem vegyészet, nem fizikai kémia, ez valami mixológia. Szóval a lényeg, és az előadásomnak az üzenete az, hogy ez nem igaz. Tehát az elmúlt években többek között a magyar RotaChrom berkein belül nagyon sok fejlődés történt a technika megértése és szisztematikus használata terén, és ennek egy nagyon jelentős ága az, hogy különböző in silico, tehát számításos, akár számításos kémiai módszereket is használunk, illetve nagyon sok technológiai újítást tettünk a CPC elfogadottsága és használhatósága irányában. És akkor most végigmennék ezeken a paramétereken, amiket figyelembe kell vennünk a módszerfejlesztés során, és mindegyikre mutatnék egy példát, illetve hát lenne mindegyikre egy ilyen összefüggés is. Tehát amikor a megoszlásról beszélünk, hogy milyen legyen az adott mintának a megoszlása az oldószerrendszerünkben, akkor egy ökölszabályt kell kvázi követnünk, tehát nem arra törekszünk, mint az extrakciónál, hogy dúsítsuk a mintát az egyik fázisba szelektíven, és ezáltal történjen az elválasztás, hanem van egy úgynevezett sweet spot, tehát egy olyan tartománya a megoszlási értéknek, amit ki tudunk használni. Ez egy ökölszabály kvázi. Itt az alsó kromatogramban ugye nagyon szépen látható, hogy a 0-4 alatti megoszlású csúcsok összecsúsznak, nem jó az elválasztás, túl hamar leszaladnak, nagyon kevés időt töltenek a rendszerben, míg a túl nagy megoszlású csúcsoknál meg ugye a diffúziós hatások miatt kiszélesednek, szintén nem jó az elválasztás. Tehát van nagyjából ez a 0-4, 2,5 közötti range, amit ezzel a baseball ütővel is szoktak szemléltetni, hogy ott kell eltalálni a megoszlást, ahhoz, hogy nagyot üssünk, tehát ez az a tartomány, ahol jól használható a technika, és lám-lám, valóban az elmúlt, ez nagyjából 2017-ig látható ezen az oszlopdiagramon a statisztika, valóban a legtöbb közölt folyadék-folyadék kromatográfiás módszerben a célkomponensnek a megoszlás értéke valóban ebben a tartományban esett. Akkor nagyon fontos paraméter, ugye beszéltem erről, hogy mekkora lesz a módszerünknek, a tisztító módszerünknek az áteresztő képessége.
És ez pedig nagyon erősen összefügg az úgynevezett állófázis megtartó képességével a módszernek, illetve magának a gépnek is. Tehát ez egyébként nagyon sokszor inkább a gépre jellemző sajátság. Itt arra kell gondolni, hogy ahogy itt a jobb oldalon látszik is, hogy ez az SF, vagy Stationary Phase Retention, ez lényegében az egész kromatográfiás rendszerben, tehát az össztérfogatban mutatja meg, hogy mekkora hányadát használjuk az össztérfogatnak állófázissal. És a négy kromatogram pedig ugye azt mutatja, hogy mint egy ilyen harmonika szerűen nagyon szépen látszik, hogy ahogy csökken ez az érték, tehát ahogy veszítjük el az állófázist a rendszerünkben, úgy veszítjük el a felbontását a rendszernek, tehát szépen mint egy harmonika itt az egyes megoszlású csúcshoz, ami itt a hetes komponens, hetes száma jelölt komponens, mint egy harmonika összecsúszik az összes csúcs, tehát akik korán elúállódnak, azok nő a retenciója, a nagy retenciójú komponensek pedig ugye szintén visszafele, tehát neki pedig ugye csökken a retenció, itt található a levezetés, de a lényeg, hogy ennek nagyon nagy impaktja van az elválasztás hatékonyságára, a felbontó képességre. A jó hír viszont az, hogy ez nem misztérium, hogy akkor most pontosan ez az állófázis megtartás mitől is függ egy adott oldószerrendszerben, hanem nagyon sokszor előrejelezhető, tipikusan ilyen standard oldószerrendszerekre ez nagyon jól ki is van mérve, ezek az összefüggések. Tehát itt egészen konkrétan, megint nem tudom elindítani a videót, azt kéne látni, hogy itt itt az üvegben egy hexán, metanol, víz, komponensekből kikevert kétfázisú rendszert lehetne látni, amit megfelelő összekeverés után hagyunk szételegyedni, és nagyon szépen látszik, lehet, hogy majd a kísérletek során lesz is ilyen kísérlet, hogy a kétfázis, ugye van egy disperz határréteg, egy ilyen koalesszens zóna, mi így hívjuk, vagy nem tudom, lehet, hogy a kolléganő kijavít, tehát igazából amikor ez a kevert zóna feltisztul, ezt a határértéket kell figyelnünk, ugyanis ugyanez történik a CPC-s cellában is. Pontosan ugyanez történik. Tehát minél gyorsabban szétregyedik a két fázis, annál stabilabb lesz az adott fázis a CPC-s berendezésben, annál nagyobb lesz ez az állófázis megtartás, annál nagyobb kapacitású lesz az elválasztásunk. Tehát lényeg, ez ma már nagyon sok oldószerrendszerre ismert, illetve ha nem is ismert, prediktálható. Pár működési paraméternek és a köztük lévő összefüggésnek a bemutatásával szeretném folytatni. Milyen sebességgel áramoltatjuk a mozgófázist? Minél magasabb áramlási sebességet hozunk létre, annál intenzívebb lesz az anyagátadás, annál keskenyebbek lesznek a csúcsok. Nagyon jó. Viszont minél nagyobb áramlási sebességet használunk a mozgófázisnál, annál kisebb lesz az állófázis hányad, ami immobilizálva van a rotorban, tehát annál többet fog vérezni, úgymond a rendszer, tehát akkor ez meg annyira mégse szuper, ugye? Mennyire forgassuk meg a rotort? Ha minél jobban megforgatjuk, annál nagyobb lesz a centrifugális erő, annál jobban helyben tartjuk újra az állófázist, illetve nagyon fontos még, hogy annál kisebb cseppekben fog átdispergálni a mozgófázis az állófázison, annál hatékonyabb lesz az anyagátadásunk, nagyobb lesz a rendszernek a hatékonysága, a tányérszám. Oké, viszont ha nagyon megpörgetjük a rotort, nagyon stabil lesz az állófázis, akkor a nyomásesésünk is nagyon nagy lesz, és hogyha viszkózus folyadékokról van szó, akkor nagyon hirtelen elérjük a nyomás limitjét a berendezésnek, tehát ez szintén egy ilyen optimumot mutat. Igen, és ugye itt még nagyon fontos, hogy a felbontás, áramlás és sebesség függése szintén egy ilyen optimumos függvény szerint változik. És akkor ugye szerintem mindenkibe, aki eddig hallgatta az előadást, fölmerül a kérdés, hogy hát ez nagyon jó, hogy így összerázzuk, szételegyedik, megtörténik az anyagátadás, átmegy a mozgófázis a következő cellába, de hogy egészen pontosan mi is történik ott a cellába, hogy néz ez ki? És itt szintén ez egy érdekes anekdota, hogy ezt nagyjából a 2000-es évek elejéig számos matematikai modellt hoztak ennek a leírására, de ugye itt igazából a szépsége, ami egyúttal a nehézsége is a leírásnak, hogy egy kétfázisú rendszert kell egy komoly centrifugális erőtérben
egy kétfázisú rendszernek az áramlását kéne megértenünk vagy modelleznünk. És ez nagyon nehéz volt, legtöbbször nem bizonyultak helyesnek ezek a modellek, egészen addig, amíg egy nagysebességű kamerával egy ilyen cellát, majd ezt a videót azért megpróbálom elindítani, nem sikerült levideózni kvázi, hogy is néz ki az áramlási profil egy ilyen cellában. A jobb oldalon látható ez a négy cellakép, ami a bal oldallal úgy korrelál, hogy ha a különböző mozgófázis áramlási sebességeket, illetve a különböző rotor forgási sebességek függvényében látható ez a térkép, és igazából a lényeg, hogy minél színesebb, minél sötétebb piros felé megyünk, annál hatékonyabb az anyag átadásunk, annál jobb az áramlási profil, annál kedvezőbb a kromatográfiához képest. A jobb oldalon pedig ugye az látható, hogyha kis áramlási sebességgel érkezik be a mozgófázis a cellába, és nem pörgetjük meg kellően a rotort, akkor egy ilyen falhatás révén lényegében lefolyik a cella falán, nem alakul ki nagy anyagátadási felület, nem hatékony az elválasztás. Ha egy kicsit ugye tovább megyünk, ez a B pont, akkor már ilyen leváló mozgófázis darabkákkal találkozunk, de a lényeg, hogyha hatékony az elválasztás, akkor az bizony nagy áramlási sebességet és nagy forgási sebességet követel meg, ez ugye a D eset, ez a leghatékonyabb elrendezés. A következő elrendezésben egy francia gyártónak ezt az IKER celláját lehet látni a videón, és konkrétan arról a videóról van szó, amire hivatkoztam. Tehát itt azt kell elképzelni, hogy egy nagyon nagy sebességű kamerával egy ilyen tárcsát megoldottak úgy, hogy plexivel van tömítve. Tehát igazából egy plexi előtt látjuk, hogy is mozog a folyadék a másik folyadékban. És nagyon fontos, hogy aszcendens módban készült a videó, tehát magyarul a mozgófázis innen alulról fölfele fog áramlani a két cellában, egy relatíve magas fordulatszámon, és igazából az áramlási sebességnek az áramlási profilra gyakorolt hatását fogja mutatni a videó. Hát, hogyha elindítjuk, akkor ugye látjuk ezt a belépést, és a maximum áramlási sebességnél lényegében elérjük ezt a teljes atomizációt, amikor a tényleg konkrétan a legkisebb csepp mérettel, amit ez a centrifugális erőtér létrehozhat, porlasztjuk át az állófázison a mozgófázis. Ahogy csökken az áramlási sebessége a mozgófázisnak, újra kialakul ez a rétegszerű átáramlás az első cellán, a másodikban pedig ez az ülepedő rész. És akkor térjünk rá arra, hogy mik is ezek az in silico eszközök, mik is ezek a know-how-k, amik az elmúlt évben létrejöttek a folyadék-folyadék kromatográfia területén. Nagyon sok guide, illetve nagyon sok irodalom szaporodott fel a technika használatával kapcsolatban, ami segíti ezeket az oldószerrendszer kereséseket. Ilyen például, hogy természetes anyagoknak az elválasztására már egy nagyjából 2000-es elemszámú adatbázis is elérhető. Értelemszerűen nagyon fontos az, hogy az adott oldószerrendszer az milyen kétfázisú rendszert fog adni, mik lesznek a fázisoknak az összetételei, erre is elérhetőek predikciók. Szintén egy friss tanulmányból láthatjuk, hogy amikor mondjuk egy adott oldószerrendszerben tehát megfelelő az oldhatóság, megfelelő a megoszlás, de nincsen szelektivitásunk, tehát nincsen az a megoszlási hányadosok közt jelentős különbség, akkor ugye eléggé nehéz a dolgunk. Ilyenkor jön igazából a kémiai intelligencia, hogy melyik oldószerekhez nyúljunk, hogy szelektivitást generáljunk a komponensek között. Ezekre is már vannak ilyen úgynevezett ortogonalitási térképek. És nagyon fontos azt is elmondanom, hogy igen, elméletben végtelen számú kombinációját össze lehet hozni ezeknek az oldószerrendszereknek, de a gyakorlatban azért van egy 5-6 oldószerrendszer család, amiknek a különböző térfogatarányú keverékeit használják rutinszerűen legtöbben. Szintén egy fontos, hogy bemutassam, egy saját rotakromos fejlesztést, ez az úgynevezett CPC Visualizer, ami alapvetően azt használja ki, amit az előadás elején mutattam, hogy a folyadék-folyadék kromatográfiában
nagyon jól modellezhető az elválasztás, hogyha tudjuk a megoszlást és tudjuk a térfogati viszonyokat a rendszerben, és ezért fejlesztettünk saját magunknak egy ilyen kis applikációt, ami igazából ezt hivatott segíteni, a módszerfejlesztést könnyíteni, tehát itt nem tudom mennyire látszik, fel tudjuk paraméterezni a készüléket és az elválasztást, meg tudjuk adni, hogy mekkora ösztérfogatban, milyen állófázis megtartás érték mellett, mekkora áramlási sebességgel, mekkora injektálás mellett, milyen mintakoncentrációval, aszcendens, tehát felszálló vagy leszálló módban akarjuk-e futtatni a gépet, és nagyon fontos, hogy meg tudjuk adni a mintakomponenseket és a mért megoszlási hányadosokat. Emellett ugye a mintának az összetételét is. És itt igazából az a nagyon fontos, hogy amikor egy ilyen oldószerrendszer keresést végzünk, és mondjuk már 40 oldószerrendszert leteszteltünk, mindenhol megvannak a megoszlások, ez egy idő után átláthatatlanná válik, és ezért kell egy ilyen grafikus felület, ami kvázi prediktálja nekünk, hogy ebben az oldószerrendszerben itt a kettes komponást egész jó tisztasággal és egész jó visszanyeréssel valószínűleg meg fogjuk kapni. És nem beszéltem még a technika rugalmassága kapcsán arról, ugye, hogy itt tényleg csak folyadékokkal dolgozunk, tehát borzasztóan nagy a szabadsági foka a vegyésznek, a kromatográfusnak. Ezen az összefoglalón igazából ezt mutatnám be, hogy amellett ugye, hogy az állófázist immobilizáljuk, a mozgófázist áthajtjuk a rendszeren, tehát kvázi egy elúciót végzünk. Ezt végezhetjük úgy is, hogy nem csak a mozgófázist pumpáljuk, hanem az állófázist pumpáljuk át a rendszeren, tehát egy ilyen elúciót, extrúziót végzünk, és ez egy nagyon különleges, erre szintén szeretném felhívni a hallgatóságnak a figyelmét, hogy ez egy nagyon különleges lehetőség minden más, kvázi minden más kromatográfiás technikához képest. Tehát, hogy kvázi azt tudjuk csinálni, hogy az elválasztás végén, tehát amikor elúáltuk a mozgófázissal a megfelelő komponenseket, olyankor azt mondjuk, hogy akkor frissítjük kvázi az állófázisunkat, és most az állófázis nyomjuk át a rotoron, tehát kvázi mindent lemosunk róla, ezt hívják ilyen elúció-extrúziónak, és a következő injektálásra újra kvázi egy friss állófázisunk van, ami még nem találkozott a mintával. És ennek nagyon sokféle változatát el lehet képzelni annak függvényében, hogy honnan áramoltatjuk, melyik fázist, lépésekben, szintén lehet gradiens alkalmazni, tehát hogy az eluensnek az erősségét is lehet modulálni, ugyanúgy, ahogy a többi technikában, egy kicsit bonyolultabb ezt összehozni, de lehet egyébként nagyon jó pofa a megoldás, amikor vannak oldószerrendszerek, amik nem két fázist adnak, hanem három fázist adnak, és ezáltal megint sokkal szélesebb polaritástartományú mintát lehet ezzel kezelni. Nagyon-nagyon izgalmas technika ez a multiple dual mód, amikor kvázi ilyen binér, tehát mondjuk tipikusan kétkomponensű, ne adj Isten, királis elválasztásban használható technika, amikor két komponensből áll az elválasztandó minta, nagyon kicsi a szelektivitásunk, tehát nagyon-nagyon nehéz felbontást összehozni egy futásba, tehát egy lépcsőbe, viszont hogyha ezt úgymond több lépcsőbe ide-oda pingpongozzuk a rendszeren, akkor úgymond mesterségesen növeljük az elválasztásnak a hatékonyságot, a tányérszámot. Erre szolgál például ez az MDM mód, és nagyon érdekes, nagyon hatékony, nagyon nagy terhelhetőségű megoldás az úgynevezett pH zóna, amikor pedig ionizálható komponenseket választunk el, tehát mondjuk karbonsavakat vagy alkaloidokat, a pKa, tehát az ionizációs konstansuknak megfelelően, azáltal, hogy a mozgófázisnak a pH-jában hozunk létre egy gradiens, tehát annak a pH-ját változtatjuk, tehát magyarul az elúció az a pKa értéknek megfelelően fog történni a komponensek közt. És akkor ugye ott a legelején, amikor mondtam a módszer optimálásnak a szempontjait, hogy mégis egy ipari léptékben, egy kromatográfiában miket kell figyelembe venni, ugye akkor nagy hangsúlyt tettem arra, hogy igen, jó legyen a megoszlás, jó legyen a szelektivitás, biztonságosak legyenek az oldószerek, jó legyen a viszkozitás, tehát hogy ne legyen őrült nagy nyomásesés a rendszeren, mert nem tudjuk átpumpálni,
És ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy ahhoz, hogy költséghatékony legyen a rendszer, és folytonosan lehessen üzemeltetni, ahhoz megfelelően vissza kell tudni forgatni. És a RotaChromnak ez volt az egyik legnagyobb fejlesztése egy ipari léptékben, hogy ezt a 23 literes, ezt a fehér doboz, ebben van a rotor, ez a lelke a rendszernek, ez az Industrial Scale CPC, ezt körbeépítettük egy lényegében egy oldószer visszaforgató rendszerrel. Nem mennék bele a nüanszokba. A kulcsa, a lelke a visszaforgatásnak az az, hogy alkalmazunk egy ilyen mixer settler, tehát egy ilyen keverőülepítő elemet, amiben a fázisoknak a sűrűségét korioli áramlásmérőkkel mérjük. És itt ez nagyon fontos, hogy amennyiben az oldószerrendszer csak három komponensű, tehát csak Turner rendszerről beszélünk, abban az esetben az adott fázisnak a sűrűségén keresztül vissza tudjuk, tehát lényegében direktben tudjuk korreláltatni az adott fázis összetételével, és ez azért nagyon fontos, mert ha visszaforgattuk bepárlásra, akkor igazából csak a sűrűség mérésén keresztül újra tudjuk adjusztálni az oldószernek az adott fázisnak az összetételét, és kvázi újra tudjuk használni a CPC-ben. És ez mindezt ipari léptékben. És akkor a két alkalmazási példa, az első a fitokannabinoidokhoz kötődik, itt lehet látni ugye a kannabidiolnak, ami borzasztóan népszerű vegyület, illetve a delta 9 THC-nak, ami szintén nagyon népszerű vegyület, de ugye nem teljesen legálisan a világ legtöbb országában. Ennek az elválasztása egy úgynevezett sweet spot, ez az elválasztás a CPC számára. Legtöbbször itt egy alkán, alkohol, víz, három komponensű oldószerrendszert használunk ezen vegyületeknek az elválasztására, tehát egy relatív, ugye lipofil, magas lipofilitású vegyületekről van szó, és ezt az oldószerrendszert használjuk. Itt a konkrét példa, a konkrét kromatogram egy hexán metanol víz 5-4-1 térfogatarányú oldószerrendszerben történt, 500 g ilyen CBD desztillátumot injektáltunk, nagyon nagy az áramlási sebesség, 2,2 liter per perccel ment az elválasztás, és az egész futás ez 22 percbe tellett, és ugye igazából ami a fő kulcsa ennek a módszernek, hogy a cannabidiol, a CBD és a THC közt nagyon nagy felbontást tudunk elérni, és ez a throughput érték, illetve ez az injektált koncentráció érték, ez a 0,4 gram per milliliter, ez egy borzasztó magas érték, tehát egy nagyon nagy áteresztésű módszerrel van szó, és ezért is van az, hogy ez a metodika, a CPC erre a feladatra egy tökéletes választás, tehát nagyon nagy a terhelhetősége ennek az oldhatóságnak köszönhetően, visszaforgatható és olcsóak ezek az oldószerek, amiket használunk. Borzasztó magas ez a szelektivitás, tehát ez egy kulcs. Ugye az elválasztásban a CBD és a THC között nagyobb, mint 3, és az is nagyon fontos, hogy ezekben az applikációban legtöbbször nem az a cél, hogy frakcionáljunk vagy izoláljunk, hanem az a cél, hogy egy ilyen keverékből a THC-t eltávolítsuk a küszöb érték alá, ugye ez szintén változik, ez 0,2-0,3%. És ennek az elválasztásnak a kapcsán akartam egy nagyon érdekes jelenséget, ez egy nagyon friss eredményünk, és gondoltam, hogy valami kis kémia, mélyebb kémiáról is beszéljünk. Itt egészen konkrétan ezen a baloldali ábrán egy úgynevezett izotermát lehet látni. Itt szintén a cannabidiolnak a megoszlási értékeit lehet nyomon követni ebben a hexán metanol víz oldószerrendszerben. Tehát egészen konkrétan ugye a telített koncentrációt, amikor átlépjük, és ez a lineáris szakaszból, ugye ennek a meredeksége adja igazából a megoszlási hányadost, elhajlást tapasztalunk, akkor ugye az történik, hogy a kétfázisi rendszerbe adagolt cannabidiol felesleg az szelektíven elkezd a felső fázisban, a hexánban dús fázisban dúsulni. És elhajlik ez a görbe. Ez a kromatográfiás gyakorlatban az azt jelenti, hogy ahogy elkezdjük növelni a
a kromatográfiás rendszerre felvitt kanabidiol mennyiségét, ugye itt látható ez a sorozat, 1 mg per milli, 52 mg per milli, 104, 208, szépen elkezd torzulni a csúcs, tehát az izotermának megfelelően a látszólagos megoszlás, tehát a csúcs maximum, itt ugye jól látszik, hogy nagyjából itt 7 percnél elúállódik, amikor gausszos a csúcsunk, tehát ebben a lineáris tartományban vagyunk, ahogy ezt növeljük, ezt a koncentrációt, szépen eltorzul a csúcs, és ez a látszólagos megoszlás, ez bizony nő, tehát a legmagasabb koncentrációnál már 10 perc fölött van a csúcs maximum, ez a torzult csúcs maximum. Ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes jelenség, hogy főleg azt figyelembe véve, hogy az egyensúlyi érték, tehát a lineáris tartományban ez egy ilyen 0,6-os érték. Tehát magyarul, hogyha a kanabidiolt híg koncentrációba bevisszük ebbe az oldószerrendszerbe, akkor úgymond kétszer jobban szereti a metanolos vizes alsó fázist, mint a felső hexános fázis. Viszont, hogyha túltelítjük, és még adagolunk hozzá kanabidiolt, akkor bizony a kanabidiolnak a felesleg az fölmegy a felső fázisból a hexánba. És azért ez nem annyira triviális így első hallásra, ugyanis legtöbbször ez a csúcsalak, ennek a tükörképét szoktuk tapasztalni, tehát nem ilyen frontingos csúcsalakot kapunk, hanem tailinges, tehát amikor ilyen farkat húz a csúcs. És akkor ezen elkezdtünk egy kicsit gondolkozni, főleg úgy, hogyha figyelembe vesszük, hogy a technológiánknak az egyik legfontosabb alkalmazási területe ez az elválasztás volt, ezért egy kicsit utána mentünk ennek, és megvizsgáltuk, hogy amikor telítjük CBD-vel ezt a két fázist, akkor pontosan hogy is néz ki a két fázisnak az összetétele, és ezt gázkromatográfiával visszamértük. És akkor ugye itt nagyon szépen látszik, hogy az alsó fázisnak az összetétel diagramján, hogy ahogy növeltük a kanabidiolnak a mennyiségét, alapvetően nem változott a fázis összetétel. Tehát lényegében ez a víz-metanol arány ez stagnált. Ezzel szemben, és itt jön a nagyon érdekes megfigyelés, a felső fázisban, ugye itt a sötét színű oszloppocska az a kanabidiolnak a moltörtje, vagy moláris frakciója, az ugye ezeknél a koncentrációknál, ahol már tényleg tehát bőven átmentünk ebből a lineáris tartományból, megjelenik. Viszont ami nagyon érdekes, hogy megjelent ugye a metanol, sőt, megjelent egy kis vízfelesleg is a kanabidiollal együtt, tehát hogyha ilyen nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor a kanabidiol felesleg az bevitte a metanolt meg a vizet a hexámba. Nem tudom, ez mennyire meglepő, nem meglepő, valószínűleg ugye egy nagyon erős hidrogénhidas másodlagos kölcsönhatással lehet ezt magyarázni. És egy érdekes példa arra, hogy milyen szelektivitásokat lehet elérni folyadékföldék kromatográfiában. Ez egy illatszeriparban dolgozó ügyfelünknek az elválasztása volt. Nem is mutatom a két komponensnek a pontos szerkezetét. Lényeg, hogy egy ilyen epimer viszonyban álló két diterpént kellett elválasztani. Itt a kék komponens az egy illatanyag, míg a barnával jelölt komponens az egy szennyező, az egy szaktalan, kvázi egy ballasztanyag. És ez az elválasztás ez se desztillációval, se hagyományos kromatográfiával nem nagyon ment. Ugye itt azt kell még a háttérből tudni, hogy ezeknek az epimereknek az elválasztása a gyakorlatban legtöbbször valamilyen királis állófázist igényel. És az érdekesség, hogy egy nagyon-nagyon alapos, nagyon hosszú oldószerrendszer keresés után azonosítottuk ezt a heptán acetón metiltestbutiléter nitrometán 4 komponensű oldószerrendszer, tehát ez egy vízmentes oldószerrendszer volt, amiben ezt a kvázi alapvonali elválasztást tudtuk elérni. Ez az 1,59-es szelektivitás érték, ez nagyon magasnak tekinthető akirális környezetben. És a kitekintésben pedig két érdekességre szeretném felhívni a figyelmet. Ugye szó volt erről, hogy csak oldószerekkel dolgozunk, azt is visszaforgatjuk, akkor ez kvázi zöld. Azért itt én óvatosan bánnék ezzel a megállapítással. Általában azt szokták így viccesen mondani, hogy a kromatográfia tehát az, hogy sustainable, tehát fenntartható legyen a kromatográfia, az egy ilyen oximoron, tehát ez soha nem lesz fenntartható. De a lényeg, hogy azáltal, ugye, hogy a vegyiparban nagyon erős törekvések vannak arra, hogy a legtöbb veszélyes oldószert
megújuló, zöld forrásból származó, kevésbé toxikus, könnyebben visszaforgatható, kevésbé robbanásveszélyes oldószerrel helyettesítjük. Ennek egy nagyon jó platformja a folyadék-folyadék kromatográfia, és itt az ábrán igazából pár ilyen prominens oldószert mutatok. Ilyenek ugye a metil-THF, ciklopentil-metiléter, limonén, tehát például a citrusok illatáért felelős terpénvegyület, nagyon jó CPC-s oldószer alkánok helyettesítésére, de itt említhetem a különböző ionos folyadékokat, vagy eutektikus oldószereket, például a mentolt, és ugye sajnos nem volt most idő rá, de a különböző polimer oldószer, polimertartalmú oldószer rendszereket, amik ugye tipikusan a biomolekuláknak a kíméletes elválasztására használhatóak. Tehát ez egy nagyon szerencsés együttállás, hogy a folyadék-folyadék kromatográfia és a zöld oldószereknek a közös használata az nagyon ígéretes irányt jelöl ki. És szintén egy nagyon érdekes és intenzíven kutatott terület az áramlásos kémia, főleg a gyógyszeriparban, és a jó hír az ugye, hogy itt is megvan a kompatibilitás, szintén egy rotakromos kollégának a doktori munkájából mutatok egy ábrát, ahol ugye igazából az látható, hogy egy flowkémiás reakció utolsó lépéseként egy CPC alapú, egy ilyen dual mód alapú tisztítási lépés lehetett közbeiktatni. És mindezt kvázi folytonos üzemben, akár gyógyszerhatóanyagnak az előállítására lehetett használni. És akkor előadásom végén pár konklúzió. Igazából az első pont ugye kvázi azért vagyok itt a nagyon megtisztelő felkérés mellett, hogy bemutassam ezt a technikát, és nem tudom, hogy most ebben az egy órában mennyire sikerült. Gyanítom, hogy azért a gépészeti, meg a fizikai részét nem teljesen korrektül mondtam el, de remélem, hogy azért a kémiai, vegyészeti részét azt azért meg valamennyire sikerült átadnom ennek a technológiának. Szóval egy nagyon izgalmas, nagyon sokat ígérő, mondjuk így, technológiáról van szó, aminek az egyik limitációja, hogy elterjedjen, az egyrészt az, hogy megértsük, oktassuk, fejlesszük, a másik pedig, hogy tényleg ipari alkalmazásokat nyerjen. És talán a végső üzenet az ez, hogy van egy magyar cég, aki emögé a technológia mögé állt, és az elmúlt években igenis egy komoly, szignifikáns tudást halmozott fel ezen a területen. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!